Köszöntöm a kedves nézőket, hármasikrek születtek Karcagon. Itt vagyunk az édesanyával, beszélgetünk a család otthonában. Cinegéni Feke Viktóriával először is szívből gratulálunk a babákhoz. Mesélj nekünk a terhességedről, mit lehet róla tudnunk, hogyan is jött létre ez a hármas csoda. Én is üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a gratulációt. Sajnos természetes úton nem lehetett gyermekünk, így bepróbálkoztunk a Lumbic programmal, ami elsőnek sikerült. Három petesejtet ültettek vissza, mind a három megmaradt. 25 hetes korban feküdtem be a klinikára, és 37 hetesen születtek meg a 30. héten. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy nem Karcagon születtek a babák. Ez normális, hogy mondjuk ikreket, hármas ikreket mondjuk máshova irányítanak, vagy ti választottátok a debreceni kórházat? Igen, ez normális, mivel számítható volt, hogy koraszülöttek lesznek, és mivel itt nincs koraszülött osztály, így olyan kórházat, klinikát kellett választani, ahol van. Úgyhogy így választottuk Debrecen, mivel ő az van a legközelebb. Felmerült bennem a kérdés, hogy a kórházban eltöltött idő mivel is telt a számodra, hogyan töltötted ott el a napjaidat? 11 hét volt pontosan. Hát sokat pihentünk, igazából már még amíg terhes voltam, állandóan már feküdtem, mert nagyon nagy volt a súly. Aztán meg már, mikor meglettek, akkor meg már eltelt az idő, 3 óránkénti etetés volt. Úgyhogy ott már eltelt. Hogyan emlékszel vissza a szülésedre? Milyen emlékeid maradtak? Érdekes volt, mert olyan fájásaim voltak, amit nem is gondoltam, hogy az fájás, és úgy kerültem fel a szülőszobára, de ott elmulasztották a fájásokat, úgyhogy úgy volt, hogy akkor még nem szülünk. Aztán arra keltem hajnalban, hogy elfolyt a magzatvizem. Igazából ott meg már vittek is császározni. Mit kell tudnunk a picikről? Milyen súlyjal születtek? Mi volt az első élményed velük kapcsolatban? Attika, ő volt az A magzat, ő 1460 grammal született, a B magzat volt Milán, ő 1630-al született, és Vikike a kislány, ő pedig 1400-al született. Hogyan telt, mennyi időt töltöttetek, vagy töltöttek a babák Debrecenben? Mikor jöhettetek haza? 6 hetet voltunk bent, a 35 hetesen engedtek már ki bennünket. Egy hétig voltak inkubátorban, szerencsére nem kellett őket lélegeztetni, csak kis oxigént kaptak, mert megkaptuk a tüdőérlelőt, az nagyon-nagyon sokat számított. Utána pedig már szépen fokozatosan kerültünk kijebb és kijebb, úgyhogy 5 hét után meg már hazajöttünk. Mikor jöttetek haza? Január 9-én pontosan. Hát akkor a karácsony még bent állt a kórházban. Milyen volt? Igen, bent, csodálatos. Mesélj nekünk arról, hogy haza érkeztetek a kórházból, elindult a család közös élete. Milyen volt, hogy kezdődött? Őszintén szólva, sok sírással? Nem, hál' Istennek nem síros babák, tehát esznek, aludnak, de az első éjszaka az katasztrófa volt. Hát ugye össze kellett szoknunk, de azt gondolom, most már minden nap egy kicsit jobb és könnyebb. Gondolom, hogy neked is nagy ismeretségi köröd van, vannak barátnők, családtagok. Hogyan zajlik nálatok az élet itthon? Hogyan, miben tudnak segíteni neked? Igen, nagy a család és nagy a baráti kör. Szerencsére tényleg nagyon sokat segítenek, jönnek itt, alszanak, napközben is itt vannak, de ugye mindenkinek megvan a saját élete, úgyhogy azt mindenki éli, úgyhogy előbb-utóbb csak magam maradok. Ha úgy nézzük, ugye van egy olyan teória, sokan azt mondják, hogy ha mondjuk van egy ikerpár, vagy ne adj Isten, egy hármas ikerpár, vagyis hát az már nem pár, hanem egy hármas iker a családban, akkor azt szokták mondani, hogy felváltva sírnak, felváltva esznek, anyuka nem tud pihenni, nálatok ez hogy zajlik? Hál' Istennek nem felváltva, hanem egyszerre sírnak, tehát ez egy kicsit könnyebb, mert ha felváltva sírnának, akkor nem maradna idő pihenni, vagy bármi más teendőt elvégezni. Úgyhogy mindig az első, tehát elsőként a két fiú eszik, és a kislány ő türelmesebb, ő megvárja, míg a két fiú jól lakik, és akkor ő eszik. Mennyi pelenkát használtok-e például egy nap, vagy egy hónapban? Kiszámoltad-e már? Igen, 30 nap alatt 720 darab pelenkát használunk. Mi az, amire még esetleg szükségetek lenne? Mi az, amire még vártok? Ugye már látjuk, hogy külön ágyban alszanak a babák, tehát megvan-e mindenetek? Vagy esetleg vártok-e még, elfogadtok-e segítséget akár a város lakosságától? Nagyon sok pelenkát azt elfogadunk.
igazából ennyi. Gratulálunk még egyszer, sok boldogságot kívánunk nektek, és cseperedjenek a babák. Nagyon szépen köszönjük.